Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Önálló beavatkozói tevékenységet folytathatnak. Beiktatták a palkonyai önkéntes tűzoltókat. Diagnosztika fertőzések hatásai. Az immun és hormonális betegségek kutatására kaptak 1 milliárdot Pécsen. Újra Turist Police Pécsen a Széchenyi téren. Tájékoztatás, közbiztonság, gyalogos járőr egész nyáron. Felgyújtotta a barátnőjét, mert szakított vele. Akár élete végéig is börtönbe zárhatják. Megkezdheti önálló beavatkozói tevékenységét a Szent Flórián önkéntes és ifjúsági tűzoltó egyesület. A palkonyai lánglovagok mostantól bizonyos műszaki mentések, illetve tűzesetek során önállóan vonulhatnak. Az egyesület emellett egy építési telket kapott ajándékba, valamint folyamatos anyagi támogatásról biztosították a tagokat. Különleges alkalomból gyűltek össze a tűzoltók Palkonyán. A településen működő Szent Flórián önkéntes és ifjúsági tűzoltó egyesület ugyanis megkezdheti önálló beavatkozói tevékenységét. 5 évvel ezelőtt még nem erre gondoltunk. 10 fővel ugye jogszabályi háttérre megfelelően elkezdtünk valamit. Hála Istennek a támogatással, a ti lelkesedésetekkel eljutottunk idáig. Nem kis és nem kevés szabadidő. Az önkéntesek ezután, ha lehet, még nagyobb elkötelezettséggel végzik munkájukat. A tagok mostantól bizonyos műszaki mentések és tűzesetek során önállóan is menthetnek. A vállalat készenléti időben riaszthatók Pécs-Kelet, Kozár-Misleny, Pécs-Udvard, valamint Nagykozár, Egerág, Kisherend és Szemely területére. Ehhez pedig komoly feltételeknek kell teljesülniük, mondta az ünnepségen Fülep Zoltán. Magasabb szintű képzettségnek kell megfelelni. Mindig biztosítani kell a készenléti időben azt a létszámot, ami elegendő, annak a technikai eszköznek, felszerelésnek, gépjárműnek meg kell lennie, amivel ki tudnak vonulni és a feladataikat el tudják végezni. De talán én kiemelnék egy olyan dolgot, ami nem kézzel fogható, ez pedig a felelősségvállalás. A beiktatás alkalmából a Baranya megyei önkormányzat elnöke is köszöntötte a tagokat. Őri László elmondta, hogy háromszorosan is ünnepi pillanat ez, hiszen ünnepel a tűzoltók nagy közössége, a civil szektor és a megye lakossága is. Az öte így nagyobb biztonságot is garantál Baranyában. Teszik mindezt a szabadidejükben, hiszen önök mindannyian a munkájuk mellett a családjuk rovására, ha lehet így fogalmazni, a szabad idejükből önkéntesként vállalják azt, hogy előre meghatározott rend szerint teljesítenek szolgálatot. Az egyesület számára egyébként fontos az utánpótlás is. Jelenleg 18 fő ifjúsági tagja van az ötének, akik közül akár a jövő tűzoltói is kikerülhetnek hamarosan. Az ünnepi hangulatot emelve helyi vállalkozók felajánlottak egy építési telket az egyesület számára, ahol új tűzoltószertárat építenek, valamint folyamatos anyagi támogatásról biztosították a tagokat. A kisadózó vállalkozások tételes adója új szabályozásával a kormány visszatért a kiinduló ponthoz, ahhoz a szándékhoz, amiért az adó nem megszületett, hogy legyen a lakosságnak szolgáltatás nyújtó vagy termékeket értékesítő egyéni vállalkozóknak egy alacsony összegű, kevés adminisztrációval járó észszerű adózási forma, mondta Bánki Erik, a Fidesz frakció vezető helyettese, a Gazdasági Bizottság elnöke szerdán az MT-hez eljuttatott videónyilatkozatában. Kifejtette, a munkaadók arra kényszerítették a katás vállalkozókat, valódi munkavállalóikat, hogy kihasználva a kedvező adózási lehetőséget éves szinten 250-300 milliárd forintot megtakarítsanak a munkaadóiknak. Ezzel nem tettek mást, mint egy olyan adócsalást követtek el, amelyel a költségvetés számára 250-300 milliárd forintnyi kiesést okoztak, mondta. A NAV és a pénzügyminisztérium kalkulátorokkal segíti a döntéshelyzetbe kerülő vállalkozásokat. Az ígéret szerint napokon belül elérhető lesz a pénzügyminisztérium és az adóhivatal honlapján az a kalkulátor, amely mindenkit segít abban, hogy megtalálja a legkedvezőbb, legelőnyösebb megoldást, mondta Bánki Erik. Közel 1 milliárd forint támogatást nyert az immun- és endokrin rendszer betegségeinek kutatására a Pécsi Egyetem Immunológiai és Biotechnológiai Intézete. A fejlett országokban a harmadik leggyakoribb betegségcsoport az immun- és hormonális rendszert érintő kóros folyamatok. Ezek gyorsabb és pontosabb diagnosztizálását szeretnék elérni a pécsi kutatók. Vizsgálják az autoimmunreakciók és a fertőzések közötti kapcsolatokat is, hiszen mint bebizonyosodott, a koronavírusra adott immunválasz nem kívánt folyamatokat indíthat el testünkben.
Dolgoznak a laboratóriumban az Egyetem Immunológia és Biotechnológia Intézetében Pécsett. Olyan diagnosztikai módszer megalkotását szeretnék, amellyel idejében felfedezhetik az immun- és endokrin rendszer betegségeit. Az immunrendszer és az endokrin rendszernek a betegségei általában fiatalkorban kezdődő kórképeket okoznak, és krónikus, egyre romló lefolyású betegséget okoznak, amik folyamatos kezelést igényelnek, és emiatt fontos az, hogy időben kerüljenek felismerésre, hogy ne okozzanak végleges egészségromlást és munkaképesség csökkenést. A kutatásokra 990 millió forint támogatás összeget kaptak. Próbálunk olyan molekulákra bukkanni, amik korán jelzik a betegségnek a kialakulását, illetve a betegség romlására és az állapotra adnak információt, és laboratóriumban mérhető molekulák vagy sejtes markerek. Ez az egyik része a kutatásnak, a másik része, hogy ezekkel az eredményekkel esetleg terápiás célpontokat is felfedezhetünk. Az immunrendszer és az endokrin, vagyis a hormonális rendszer nagyon szoros együttműködésben a szervezet egyensúlyát biztosítja, mondja a professzorasszony. Az immunrendszer aktiválása azonban károsíthatja a saját szerveket is, aminek elindítója egy fertőzés is lehet. Ezt tapasztalták a kutatók a koronavírus esetében is. Például a pajzsmirigy betegség sokkal gyakoribb lett, például most a koronavírus fertőzés kapcsán, mert a koronavírus fertőzés hatására a vírus elleni ellenanyagok olyan ellenanyagok csoportját is eredményezi, amik keresztreagálnak a pajzsmirigy szövettel, és ezek károsítják a pajzsmirigy működését. De egyéb úgynevezett szisztémás autoimmun betegségek, mint a foszfolipid szindróma is gyakoribb lett, például a koronavírus fertőzés óta. A foszfolipid szindróma esetében az immunrendszer hibás működése a véralvadási rendszer foszfolipidjei, illetve foszfolipidjeihez kapcsolódó fehérjei ellen termel antitesteket. Ez a folyamat pedig fokozott véralvadáshoz vezet. Éppen ezért a pécsi kutatók további célja, hogy bizonyos fertőzések és az autoimmun betegségek között összefüggéseket találjanak, így segítve kideríteni a betegségek mögött álló okokat. Dr. Berki Téme azt mondja, kiderült például, hogy több idegrendszeri kórkép mögött, amiknek korábban nem tudták az okát, immunológiai eredetű tényezők állnak. A kutatók 2021-ben nyerték el a közel 1 milliárdos támogatást, ami 4 év munkáját fedezi az immunológiai és hormonális betegségek diagnosztizálásában. Egyébként ez a betegségcsoport a harmadik leggyakoribb a fejlett országokban. Drasztikusan emelkednek az energiaárak Európában. Az áramára az ötszörösére, a gázé több mint a hatszorosára emelkedett egy év alatt. A hivatalos indoklás szerint pedig, mivel világossá vált, hogy Európában nem lesz elég gáz őszre télre, a magyar kormánynak is szigorítania kell. Aki többet fogyaszt az átlagnál, annak többet is kell fizetnie, mégpedig a különbözetet piaci áron. Mindezt azért, hogy spóroljanak az energiával, derült ki a kormányinfón. A kormány két irányszámot mondott be a szerdai bejelentéskor, amelyet ők átlagosnak vélnek. A villamos energiánál 210 kWh per hónap, a földgáznál pedig 144 köbméter per hónap. Azok, akik általánydíjat fizetnek, a jelenlegi ismeretek alapján csak jövőre fognak szembesülni a magasabb számlával, ha ennél többet fogyasztanak. A szerdán bejelentett változások nagy nyertesei lehetnek egyelőre azok, akik távfűtéses lakásban élnek. Rájuk ugyanis nem vonatkozik a többletfogyasztás piaci árasítása, hiszen nem gázzal fűtenek. Tavaly óta újra van turistpolisz a Széchenyi téren Pécsen. Fiatalok és a rendőrség munkatársai segítik a turisták eligazodását a programok között, felvilágosítást adnak a könnyebb tájékozódás érdekében is. Gyalogos rendőrjárőr folyamatosan segíti a turistpoliszosok munkáját, ugyanakkor a közbiztonságra is felügyelnek egész nyáron a történelmi belvárosban. A Széchenyi tér délnyugati oldalán a Turistpolisz információs pavilonja várja a turistákat, érdeklődőket Pécsen. A Baranyai megye székhelye és környéke nevezetességeiről, egyéb látnivalóiról, illetve praktikus, a mindennapi élethez szükséges eligazításba lehet része a kérdezőnek. Mindemellett a bajba jutott embernek is tudnak tanácsot adni, nem beszélve a közbiztonság érzésének fokozásáról. A járókelők is ezt erősítik meg. Szerintem szükségük van rá biztos, mert elég nagy a forgalom. Pláne hétvégeken
Úgyhogy szerintem kell, és itt érdeklődnek, azt is lehet. Tehát én azt mondom, hogy igenis jó, hogy van. Mindenképp szükséges a belvárosban szerintem, mert hogy tele van minden este a Király utca, úgyhogy mindenképpen szükséges. A pavilon mögött a megyeháza épületében található áldozatsegítő központ is bekapcsolódik a Turiszpolisz munkájába. A rendőrség bűnmegelőzéshez kapcsolódó feladatai tevékenységét segíti. Mindaz, aki bűncselekmény áldozatává válik, vagy egyszerűen csak érdeklődik az iránt, hogy a rendőrség milyen bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységet végez, akkor ennek keretén belül tájékoztatást kap az áldozatsegítés lehetőségéről is. A Turiszpolisz pavilonban a közösségi szolgálatot ellátó diákoknak ezzel munkát is tudnak adni egész nyárra. Gyakorolhatják a nyelvet, ismerkedhetnek a turistákkal. A tavalyi évben is nagyon sokan látogatták, meg több ezren. Ebben az évben egyelőre a júniusi forgalmunk úgy néz ki, hogy kb. 200 ember látogatta már meg két hét alatt, mert június 16-ától kezdődött meg a program, és a két hét alatt gyakorlatilag több mint 200 ember látogatta meg, és kért információt, segítséget a pavilonban dolgozó kollégáinktól. Mi úgy gondoljuk, hogy ez emelkedni fog, tehát július-augusztus hónapban ez a szám jóval meg fogja haladni az előzőt, hiszen még csak most kezdődik tulajdonképpen a turisztikai szezon. A pavilont a zsolnai örökségkezelőtől kapta a pécsi rendőrkapitányság erre az alkalomra. A területfoglalási engedélyt a város biztosította. A nyári hónapokban a gyalogos rendőrjárőrök folyamatosan jelen vannak a történelmi belváros. Egyrészt a pavilonban dolgozó rendőrségi munkatársak, valamint a fiatal turiszpoliszosok munkáját segítik, másrészt a közbiztonságra felügyelnek. Müller Cecília csütörtökön azt mondta, ahogy Európában, úgy Magyarországon is hétről hétre egyre nagyobb arányban nő a koronavírus fertőzöttek száma. Az országos tisztifőorvos különösen fontosnak nevezte, hogy aki tüneteket észlel magán, például torokkaparás, tüsszögést, forduljon háziorvosához és ne menjen közösségbe, mert a korábbi variánsoknál könnyebben adhatja át másoknak a fertőzést. Az új variánsok esetében sokan panaszkodnak fejfájásra. Arról is beszélt, hogy az oltásokat némileg kikerülik az új variánsok. Az oltottak is meg tudnak fertőződni, de általában könnyebben vészelik át a megbetegedést, és nem kerülnek kórházba. A védőoltások fontosságát hangsúlyozva arról beszélt, hogy a 60 feletti korosztálynak, valamint a krónikus betegeknek javasolta negyedik oltás. Nem bírta elviselni, hogy szakított vele, ezért elhatározta, hogy megöli volt barátnőjét az a férfi, aki ellen most emelt vádat a Baranya megyei főügyészség. A férfi gázolajjal öntötte le és gyújtotta fel a nőt. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, illetve olyan szövődményei alakultak ki, hogy azok orvosi ellátás nélkül az életébe kerülhettek volna. Az elkövető 10 évtől akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphat. A vádlott szerelmi kapcsolatban volt a sértett nővel, aki 2021 tavaszán elhatározta, hogy véget vet a viszonynak. Ezt közölte a vádlottal. A férfi egy áprilisi napon az esti éjszakai órákban a sértettel együtt annak lakásában volt. Vitatkoztak, majd reggel a vádlott gépkocsival elment. A férfi nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért elhatározta, hogy végez a sértett nővel. Gázolajat szerzett, azt kannában visszavitte a sértett házához. Mikor megérkezett, a nő az ajtóban állt, a vádlott odament hozzá, leöntötte gázolajjal, és egy öngyújtóval meggyújtotta a sértett ruházatát. Az lángra kapott, a lángok hamar átterjedtek a sértett felső testére is. Igyekezett azt eloltani, de a vádlott próbálta ebben megakadályozni. Végül a nő be tudott menni a házba, és ott a fürdőszobában kézzel és vízzel eloltotta a lángokat. Kérte a vádlottat, hogy értesítse egyik barátnőjét. A vádlott eleget tett a kérésnek, elment a barátnőért, és őt elvitte a sértett nőhöz, akit később barátnője szállított kórházba. A férfi bántalmazásától a sértett a teljes testfelszín mintegy 35%-át érintő, másod-harmadfokú égési sérüléseket szenvedett el. Azokkal összefüggésben gyulladásos, fertőzéses szövődmények, szeptikus állapot, többször szervi elégtelenség alakult ki. Ezek a kezelések hatására rendeződtek. A nő közvetlen életveszélyes állapotban volt, sérülései akár halálát is eredményezhették volna. A vádlott cselekménye előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett, emberülés büntette kísérletének megállapítására alkalmas. Ez a bűncselekmény 10 évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
A vádlott és a sértett 20 és 30 év közötti fiatal. Az eset Tolna megyében történt, azonban elfogultsági bejelentést tettek, ezért a Baranya megyei főügyészség emelt vádat. Ha az előkészítő ülésen elismeri bűnösségét a férfi, akkor az ügyészségi javaslat szerint 10 év fegyházbüntetésre ítélhetik. Három baranyai csapat kezdi meg a 2022-23-as szezont az MB2-ben, de míg a PMFC-nek és a Szent Lőrincnek ez lesz a harmadik, a harmadosztály középcsoportjának bajnoka, a HR Rend Kozár Misleny most mutatkozik be a Merkantil Bank Ligában. Az újonc a Szent Lőrinc együttese ellen játszotta soros felkészülési mérkőzését. Az MB2-be frissen feljutott HR Rend Kozár Misleny a harmadik másodosztályú szezonjára készülő Szent Lőrinc csapatát hétközi edzőmérkőzésen fogadta a felkészülés negyedik hetében. A házigazdák nehéz időszakon vannak túl, ugyanis az első és a második számú kapusuk is kéztörést szenvedett, így Budzsáklia Benett a találkozó második félidejében debütált a felnőttek között. A stábban kapott helyet Tomin Milán, aki segédedzője lett Tóth Lászlónak. A lendületes mérkőzésen a vendégek szerezték meg a vezetést az első félidő derekán, de a házigazdák még ugyanebben a játék részben Tóth Zoltán révén egyenlítettek. Sort cserélt mindkét csapat, de több gól nem született a találkozón. Az eredmény igazából nem annyira foglalkoztat, maga a játék az, ami engem érdekelt. Érezhetően nehezebben mozogtak a fiúk, sok rossz döntés volt, lassú volt a gondolat, és a kivitelezésekben is hiba csúszott. Elkerülhető gólt kaptunk, én azt gondolom. Azon mondjuk, hogy ezeket javítsuk. Most ebben az időszakban azt mondom, hogy ez természetes, de látjuk a hibákat, és dolgozunk azon, hogy kijavítsuk. A Szent Lőrinci kispadon már az új vezetőedző Jeremiás Gergő ült, aki a DVSC-től érkezett. Nagyon tetszett az, amit láttam. Néhány dolgot gyakoroltunk a mérkőzés megelőző edzéseken, és megint csak láttam abból jeleneteket, és ennek nagyon örültem. Nyilván a mérkőzés terhelését úgy osztottuk el, hogy mindenki azt kapja, amire éppen szüksége van. Ezért fordulhat ott az elő, hogy a második fél időben ilyen extrém fiatal csapattal játszottunk, ahol az átlag életkor nagyjából 19 év volt, de azok a játékosok is oda tették magukat, és bizonyították azt, hogy szeretnének bekerülni ebbe a keretbe. A Merkantil Bank Liga július 31-én rajtol. Mindkét gárda idegenben kezdi a 2022-23-as szezont. A HR Rend Kozár Misleny a Soroksár SC-hez utazik, a Szent Lőrinc pedig a Gyirmót FC Győr ellen lép pályára. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. További drágulást okoz a kataadó nem átalakítása. Az eddig azt használó vállalkozók legtöbbének ugyanis jelentős mértékben nőnek az adóterhei, amit a szakértők szerint kénytelnek lesznek áthárítani majd a megrendelőikre. A szolgáltatások esetében az áremelkedés meghaladja a 30%-ot a mostani állás szerint. Hétfőn terjesztették be, és kedden már el is fogadta az országgyűlés a kataadó nem átalakításáról szóló javaslatot. A módosítás értelmében az eddigi nagyjából 450 ezer érintett vállalkozónak mintegy négyötöde esik így ki a rendszerből. Ezzel jelentősen nő a havonta fizetendő adóterhük. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint is, idézem, kissé erőteljes lett a kata módosítása. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke telefonon nyilatkozott stábunknak a határozatról. Nem tartjuk jó döntésnek. Én nekem az az érzésem, hogy egyrészt sokan fognak megszüntetni tevékenységüket, elsősorban a szolgáltatások területén. És hát ami miatt létrehozták a katát, egyáltalában az a fekete gazdaság ellen, és a fekete számlázások ellen, hát ez nem biztos, hogy jól fog sikerülni, mert van egy érzésem, hogy egyesek átfognak vissza, fognak menni a rejtett gazdasággal. Az új szabályozás szerint a katás vállalkozók csak magánszemélyeknek számlázhatnak, tehát egy egyéni vállalkozó, vízgáz vagy klímaszerelő, asztalos, futár, burkoló, színész, gyógytornász, újságíró, és még hosszan lehetne sorolni a szakmákat, nem dolgozhat ezen keretek között cégeknek. Póla Zoltán, az egyik szekszárdi könyvelő iroda vezetője azt mondja, kevesen vállalják majd az új feltételeket, és valószínűleg rengetegen lesznek azok, akik megszüntetik a vállalkozásukat. Akik viszont adózási formát váltanak, jelentős plusz terhekkel kell számolniuk, amit nyilvánvalóan áthárítanak majd a megrendelőikre.
Ez pedig azt jelenti, hogy minden korábban kata adónem alatt végzett tevékenység legalább 30%-kal fog drágulni. A könyvelői költség az mindenképpen megjelenik, a mint plusz, ezt nyilvánvaló, hogy a vállalkozók nem fogják lenyelni, mert nyilván, hogy ők azt a jövedelmet szeretnék kiszedni ezután is, amit eddig kiszedtek. Tehát ezek a költségek mindenképpen átterhelődnek a cégekre, illetve ugye hát akik magánszemélyt fognak kiszolgálni, nyilván ott is egy költségnövekedés azért válható. Az új szabályok szeptember 1-én lépnek életbe, így rövid időn belül adózási év közben kell döntést hoznia a katás vállalkozásoknak, hogy hogyan is tovább. Mintegy két hét alatt már közel 460 ezeren utaztak a balatoni vasúti vonalakon a tóhoz. Ez az utasszám rekordnak számít, hiszen a MÁV tájékoztatása szerint 2019-ben 258 ezer, tavaly pedig 310 ezer volt ez a szám ebben az időszakban. Június közepétől jelentős kínálatbővítés valósult meg a főszezoni vasúti menetrendben. Így akár például átszállás nélkül Szolnokról is könnyen elérhető a Balaton. Folyamatosan érkeztek a vonatok a siófoki vasútállomásra hétvégén. Június 18-a óta a főszezonban sűrűbben közlekednek a járatok a tóhoz. Ez a két család Balatonvilágoson nyaralt, onnét utaztak be Siófokra. Mivel ilyen jó az idő, ezért kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy be tudunk jönni vonattal, a gyerekek is szeretnek vonatozni, és így megadjuk nekik ezt az élményt. Budapestről a főszezonban átlagosan fél óránként indul vonat Siófokra. Egy hétre jöttünk nyaralni, unokákra vigyázni, és szeretünk vonatozni, ezért jöttünk vonattal. Kényelmes, Intercity-vel, helyjeggyel, úgyhogy így könnyű volt. Olyan szerelvények is közlekednek a Balatonnál, amelyeken étkezőkocsi is található. Mintegy két hét alatt közel 460 ezren utaztak a balatoni vasúti vonalakon a tóhoz. Ez rekordnak számít, hiszen 2019-ben 258 ezer, 2021-ben pedig 310 ezer volt az utasszám ebben az időszakban. A Balaton déli partjára már az új emeletes KISZ motorvonatokkal is el lehet jutni Budapesten át. A Jégmadár Szobról közlekedik Fonyódra, ez a Napfürdő Express pedig mintegy 3,5 óra alatt Szolnokról szállítja az utasokat Siófokra. Hétvégén ezzel a vonattal is sokan érkeztek a tóhoz. Egyszerűbb volt, kényelmesebb sokkal. Nagyon szép a vonat, kényelmes. Sándorék a nagy családos jeggyel utaztak Monorról Siófokra. Mint a családfő elmondta, nem csak olcsó, de egyszerűbb és kényelmesebb is volt így az utazás. Nem kell odafigyelni az úton, sokkal kényelmesebben lehet érkezni, jönni-menni vonattal, sokkal egyszerűbb, nem kell lerújja az emberről a terhet. A MÁV Start több kedvezménnyel is várja az utasokat. Ezek egyike az autóbuszokra is érvényes Balaton 24-72 napi jegy és a vakációbérlet. Ezekből eddig harmadával több fogyott, mint tavaly ilyenkor. Több száz gyermek vesz részt az idei Kaposvár környéki vándortáborokban. A diákok egy-egy turnus alatt bejárják a Zselic legszebb részeit, miközben megismerik a térség élővilágát is. A szervező célja, hogy természetközeli élményhez juttassák a fiatalokat. Több kilométer megtétele után érkeztek meg ezek a gyerekek a Zselici csillagparkhoz. A lepsényi felső tagozatosok azt mondják, többször túráznak évközben is, így nagyon örülnek, hogy ebben a táborban is részt vehetnek. A csapat az a megszokott, nagyon jó fej mindenki, mindenkivel. Hát a természet ugye nagyon szép, és nagyon jó benne kirándulni, meg ugye nyilván azért sokan vannak, akik bent ülnek a gép előtt, meg ilyesmik, de így ez, hogy én is szoktam játszani, de így, hogy kint vagyunk, ez szerintem nagyon jó, és mindenkinek tudom ajánlani. A lepsény iskolások első alkalommal vesznek részt a vándortáborban. Gyerekek, szedjétek össze a holmitokat, indulunk tovább. Vezetőjük azt mondja, fontos, hogy természetközeli élményekhez jussanak a fiatalok. Nagy izgalommal jöttünk, hiszen ilyenben még nem volt részünk, hogy két naponta a szállást kelljen váltani, leginkább nem is kell kipakolni a csomagjainkat, hanem a táskából kell öltözni. A természet szeretete az, ami engem leginkább vezérel, és hogy ezt a gyerekeknek is meg tudja mutatni minél szélesebb körben, és egyébként a vándortábor ezt teljes mértékben ki tudja elégíteni. A Zselicben idén harmadik alkalommal fogadják az erdei vándortáboros diákokat. Az útvonalat a Baranyai és a Somogyi Erdőgazdaság közösen alakította ki.
A két erdészet számos izgalmas és kalandos természetközeli programot kínál az egy hét alatt. A hét nap során összesen 81 kilométert tesznek meg a gyermekek a túrák során. Nem csak túráznak az erdőkben, nem csak az Zselic természeti szépségeit fedezik föl, hanem különböző turisztikai attrakciókat is meglátogatnak. Második napon a Zselici Csillagparkot, harmadik napon a bőszénfai szarvasfarmon ismerkednek Magyarország 5 nagyvadjával, majd a Saséti táborhelyen egy kalandos nyomozó túrán vesznek részt a tanösvényen. A táborozók több turnusban idén augusztus közepéig ismerkedhetnek meg a Zselic szépségeivel. Ebben a szezonban a szervezők összesen 25 csoportot várnak. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Önálló beavatkozói tevékenységet folytathatnak. Beiktatták a palkonyai önkéntes tűzoltókat. Diagnosztika fertőzések hatásai. Az immun és hormonális betegségek kutatására kaptak 1 milliárdot Pécsen. Újra Turistpolisz Pécsen a Széchenyi téren. Tájékoztatás, közbiztonság, gyalogos járőr egész nyáron. Felgyújtotta barátnőjét, mert szakított vele. Akár élete végéig is börtönbe zárhatják. Pénteken egy gyenge hidegfront hatására a napos időszakokat gyakrabban zavarhatják gomoly felhők. Kezdetben az északi tájakon alakulhat ki kisebb eső, zápor, délután pedig északon, északkeleten fordulhat elő kevés záporzivatar. Élénk, erős lesz többfelé az északi, északnyugati szél. Hajnalban 14-21 fok várható. Délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, a délalföldön lesz a legmelegebb. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!